Élő levelek, de nem akármilyenek. Sziasztok! A mai videóban az álcázás nagymestereivel, a vándorló levelekkel fogunk megismerkedni. A nőstények 7-8 cm hosszúak, fényes testűek, szép szárnyfedőkkel rendelkeznek, viszont repülni nem képesek. A hímek 5,5-6 cm hosszúak lehetnek, fényes testük van, szárnyaikkal repülni is képesek, így találva meg a nőstényeket a párzás időszakban. Színük általában a friss, zöld levelekre hasonlít, de előfordul sárga, narancs, illetve barna fajtájuk is, ez mindösszesen a génállományuktól függ. Szexálásra, vagyis megállapítani, hogy hím vagy nőstény a sáska, nagyjából a harmadik vedlési stádiumukban lehetséges, ilyenkor a lányoknak sokkal lekerekítettebb a potrohuk, mint a fiúknak, ez alapján lehet megkülönböztetni őket. A vándorló levelek fejlődése leginkább a sáskáékhoz hasonlít. Némfa állapotban 5-6 vedlési stádiumon mennek keresztül, amíg beadulnak, vagyis felnőtté válnak. Frissen kikelt sáskák egyáltalán nem hasonlítanak a szüleikre, leginkább egy kis pókhoz hasonlítanak, fekete-fehér színűek. Később kezdenek majd bezöldülni, és mire elérik a második vedlési állapotukat, teljesen zöld színűvé válnak. A hímek 5, míg a lányok 6 vedlésen esnek át, még felnőtté válnak, ezután 2-3 hét múlva fog beindulni a párzás és a peterakás. Párzást követő hónapokban a nőstények 2-3 petét raknak le naponta a terrárium aljára, elszórva. A petéknek nagyjából 4 hónapra van szüksége, amíg kikelnek belőle a kis sáskák. A frissen lerakott peték először simák és fényesek, de egy kis idő elteltével a páratartalom hatására redők jelennek meg rajta. A kis sáskák nagyjából havi egyszer vedlenek, de ez nagyban függ a hőmérséklettől és a tápanyagtól. Felnőttként 6-9 hónapot töltenek, de ez az időszak is nagyban változhat a hőmérséklet függvényében. A rovarok számára elkészített terráriumokat általában viváriumnak nevezzük. Ezeknél az állatokkal sokat nem kell foglalkoznunk a terrárium berendezésével, a legfontosabb az, hogy kellő mennyiségű tápnövényt helyezzünk el benne. A terrárium kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy inkább magasabb legyen, mint szélesebb, ugyanis ezeknek az állatoknak sok hely kell a mászásra, hogy könnyebben tudjanak vedleni. A szellőzésre is nagy figyelmet kell fordítanunk, jól kell, hogy szellőzön a terrárium, így ajánlott olyan terráriumot választanunk, amely oldalt is és felül is tud szellőzni, ezzel biztosítva a folyamatos légáramlást. A terrárium aljára rakhatunk kókuszrostot, mely mindig megfelelő páratartalmat biztosít az állataink számára, de sok esetben a konyhai papírtörlő praktikusabb is lehet. Ha papírtörlőt használunk, akkor a terrárium takarítása és a frissen lerakott peték begyűjtése is sokkal egyszerűbb lehet. Állataink etetése szeder, málna, tölgy, illetve rózsalevéllel történhet, de figyelnünk kell arra, hogy ne legyen vegyszerrel kezelt egyik sem, ugyanis ezek az állataink pusztulását okozhatják. Valamint a szedernél figyelnünk kell arra, hogy inkább idősebb, de még zöld leveleket válasszunk, mert a fiatalabb, szőrösebb levelek nem túl egészségesek a fejlődő állatainkra nézve. Ha a leszedett ágakat vízbe tesszük, így sokkal tovább megmaradnak, és sokkal kevesebb szer kell cserélnünk őket, viszont arra figyelnünk kell, nehogy az állataink belefulladjanak a vízbe. Sokak számára kérdés lehet, hogy akkor télen mégis mivel etesse ezeket az állatokat, de megnyugodhattok, mivel a szeder nagyjából egész évben zöld marad, így ezzel nyugodtan tudjuk etetni őket még télen is. A hőmérsékletre annyira nem érzékenyek, a szoba hőmérséklet teljesen megfelel nekik. Nappal nagyjából 20-25 Celsius fok lehet, éjszakára viszont lemehet kicsit kevesebbre is, 18-20 fok megfelelő nekik. Azt viszont számításba kell vennünk, hogyha meleg környezetben tartjuk őket, akkor gyorsabban is fejlődnek, gyorsabb lesz az anyagcseréjük, és ezáltal az életünk hossza lerövidül. Mint már sokszor említettem, a páratartalomra mindig figyelnünk kell, érdemes naponta bespriccelni nekik egy kis vizet. Szaporodásuk kétfajta módon történhet, ivarosan, illetve szűznemzéssel. Ivaros szaporodásnál jelen vannak a nőstények, illetve a hímek is. Szűznemzésnek azt nevezzük, amikor egy csoportban nincsenek jelen a hímek, ilyenkor a nőstények saját maguktól kezdenek el petézni, viszont a lerakott petékből szintén csak nőstények fognak születni.
Köszönöm, hogy ma is itt voltatok. Ha tetszett és hasznosnak találtátok, ne felejtsetek el feliratkozni, és kapcsoljátok be a csengő ikont, hogy ne maradjatok le a következő videóról sem. Legközelebb találkozunk, sziasztok!